Európa és a nyugati világ versenyképességének csökkenéséről, az összeköttetések fontosságáról és Magyarországról, mint a keleti és nyugati gazdaság és technológia találkozási pontjáról beszélt Orbán Viktor Pekingben az övezet és út kezdeményezés csúcs találkozóján. A miniszterelnök kifejtette, a nyugati versenyelőny korszaka véget ért, a keleti világ megerősödött, és most az európai dilemma az, blokkosítsuk-e a világgazdaságot. Orbán Viktor kiemelte. Magyarország elutasítja a blokkosodás politikáját. Sorra érkeztek az állam és kormányfők Pekingbe az egyövezet egyút kezdeményezés csúcs találkozójára. Köztük Orbán Viktor miniszterelnök, aki fel is szólalt a világ egyik legrangosabb geopolitikai eseményén. Európa és a nyugati világ versenyképességének csökkenéséről, az összeköttetések fontosságáról és Magyarországról, mint a keleti és nyugati gazdaság és technológia találkozási pontjáról beszélt a magyar kormányfő. Orbán Viktor hangsúlyozta, a nyugati versenyelőny korszaka véget ért, a keleti világ megerősödött, és most az európai dilemma az, hogy blokkosítsuk-e a világgazdaságot, vagy versenyezzünk, keressük az új korszak adta együttműködési lehetőségeket. Többek között ezekre a kérdésekre adott választ a kínai elnök. Xi Jinping megnyitó beszédében azt mondta, új lendületet adhat a világgazdaságnak az egyövezet egyút kezdeményezés, amely nem csak közlekedési szempontból, de politikai, kereskedelmi és kulturális értelemben is jelentősen fokozza a népek és országok közötti együttműködést. Kiemelte az eddig elért eredményeket is. 2013 óta összesen 3000 programot indítottak a Sejem út kezdeményezésben, amely 1 milliárd dollárnyi befektetéshez vezetett, és segítségével több mint 400 000 munkahely jött létre. A tanácskozás 10. alkalommal rendezik meg, több mint 130 ország és számos nemzetközi szervezet részvételével. Középpontjában a digitális gazdaság és az infrastruktúrális összeköttetések fejlesztése áll. Magyarországot külön delegáció képviseli. Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, az elmúlt években a világgazdaság rövid időn belül kétszer is a feje tetejére állt. Úgy fogalmazott, az elmúlt évekből fontos levonni a tanulságokat, amelyek közül az egyik legfontosabb az, hogy a világ sikeresebben tudta volna kezelni a nehézségeket, ha ezeket az együttműködésre, nem pedig az ellenségeskedésre alapozva közelítette volna meg. Hozzátette, ha a kölcsönös tisztelet nem tér vissza a nemzetközi politikába, akkor olyan helyzetbe fogunk kerülni, amit mindannyian el akarunk kerülni. A legrosszabb forgatókönyv a jövőre nézve az, ha a világ újra blokkokra szakad. Nekünk, magyaroknak történelmi tapasztalataink vannak a blokkosodásról, hiszen mi magyarok Európa középső részében élünk, és Közép-Európa volt a vesztese annak a rendszernek, amikor a világ blokkokra szakadt, és mi nem szeretnénk újra vesztesekké válni, fogalmazott Szijjártó Péter. A magyar delegáció és Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt napokban több megbeszélést is folytatott Kínában. A magyar kormányfő találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és külön is tárgyalt a kínai elnökkel, akinek köszönetet mondott a két ország közötti jó kapcsolatokért.